szülőként élni, nem csak lenni, előadássorozatunk utolsó előadása. Ugye ezt most nem egy pszichológus tartja, hanem egy biztonság, ugye biztonságról szól a téma, hogy egy emberek a témában jártas, Valla és a mai téma egy kicsivel másabb, mint a többi, viszont mindenhez kapcsolódik, illetve szerintem egyébként nem csak azoknak fontos, akiknek nehézséggel élő gyerekük van, hanem mindenkinek, hiszen a biztonság azért azt gondolom, manapság egy biztonságos lakás, egy biztonságos élettér, ez mindenki számára fontos. Sajnos azt gondolom, hogy a mai világban még inkább. És erről fog szólni ez a mai előadás. Az asztalon, amit láttok, könyveket, azokat a szülő 2021-es programból vettük, azok, azokat Ilyen, mondtam, hogy úgy, a könyvtárba kikölcsönözni és visszahozni, amikor elolvastátok ezek mind a szülőknek szóló gyerekneveléssel, gyerektáplálkozással kapcsolatos szakirodalmak, próbáltunk olyat választani, ami a szakma is jó. Úgyhogy ezek vannak, illetve az előző előadássorozat és ez az előadássorozat anyaga is elkészült DVD-n, és utána ezt a valaki szeretné, ezt ingyenesen rendelkezésre tudjuk bocsájtani, hogy meg tudjátok hallgatni, vagy olyan ismerősöket, akik nem voltak itt, de hasznos lehet számukra. E -e -e. E -e -e. köszönöm mindenkinek, aki részt vett több előadáson, aki kevesebb annak is, de a lényeg az, hogy most már ez tulajdonképpen ennek a projektnek ez az utolsó alkalma, hiszen az autogén tréningnek is vége, és ez az előadás azoknak is, ha írnak ki újabbat, akkor természetesen megpróbálkoznak jövőre, és akkor egy valami újabb dolgot sok szeretettel köszöntök mindenkit, Balagábor vagyok. Én engem ért az a megtiszteltetés, hogy az áru előadást megtarthatom, ez a biztonságos otthon fogyatékkal és átrányal élőknek is. A, az előéletem nekem a történettel annyi, hogy én 20 éve dolgoztam rendvédelmi területen, és az előadásnak a pontjait azt próbáltam akkori ott szerzett élményeimből, tapasztalataimból, meg az ott tanultakból összeállítani. Arra jutottam a PPT kidolgozása közben, hogy igazából az alcímekről és mindről lehetne külön tartani egy előadást. Annyira szerteágazó dolgokba lehet ott, ott, találni. Próbálunk csak nagyon, nagyon felszínesen, felületesen végig szaladni ezeken a dolgokon, inkább csak egy kis ilyen gondolatébresztőnek, hogy ha esetleg valaki valamilyen módon érintett, vagy, vagy csak a gyermekneveléssel kapcsolatban, csak idézője a gyermekneveléssel kapcsolatban, vagy fogyatékkal élő, vagy hátrányal élő is van a családban, akkor tudjon olyan ö, gondolatot meríteni ebből, ami, ami esetleg jó jöhet. A, a, végén természetesen bármelyikre vissza tudunk térni, bármelyikbe jobban bele tudunk menni, tehát minden pontról tudunk beszélgetni egy óra hosszát, úgyhogy egy olyan 10-15 órát tudunk még erről beszélgetni, hogyha valaki, valakinek igénye van rá. Tehát a legesleges a, a, a fogyatékkal élők számára is, ő, igazából, meg, meg mindenki számára is az, hogy a, az áldozattá válást elkerülhessük. Most igazából, ha valaki meghallja ezt a mondatot, hogy áldozattá válás, akkor rögtön bűncselekményekre gondol, de hát ő, ugye a balesetnek is ő, lehet áldozata, vagy egy, vagy egy rablásnak, lopásnak és lehet valaki sértetje, ezeket is mind áldozatnak tekintjük, és például itt a balesetnél látszik, hogy nem is biztos, hogy a vétlen az, aki a elszenvedő balesetet, az bármilyen módon hibás is ebbe az egész történetbe. Tehát az első szegmens, amiben kisgyermeket nevelők, vagy, vagy fogyatékkal élők vannak a családban, nagyon fontos a, a közlekedés, és ott, akik nem szakemberek ebbe a közlekedésbe, tehát nem, nem hivatásos sofőrök, azok igazából a megelőzést, meg ezeket a közlekedési valóságokat elkerülni lehet előrelátással, képzettséggel, ebbe bele tartozik az is, hogy a közlekedésre képtelen állapotban, most itt nem vezetésre való képtelen állapotban, nem közlekedésre való képtelen állapotban mondjuk valaki ne közlekedjen. Tehát, ha valaki mondjuk súlyosan ittas, akkor mondjuk gyalogosan is bele tud esni egy betonárokba úgy, hogy a, az életét veszze, ehhez nem kell járműbe jönni, nem kell, hogy elősség, nem kell, hogy semmi történjen. Tehát az első itt, ami nagyon fontos, a belátás, hogy mindenki saját maga rádöbbenje arra, hogy ő most erre nem alkalmas. A vagyonbiztonságnál nál ugye ott nagyon fontos szintén az előrelátás a, a legjobb. Ugye előre fel lehet készülni vagyonvédelmi eszközökkel, vagyonvédelmi technikákkal, technológiákkal, de a leges, legegyszerűbbek például azt, hogy mondjuk a piacon nem teszünk ki a kosár alma tetejére a pénztárcát, és akkor azt mindjárt a zsebtól nem is tudja elvinni. Tehát ez egy ilyen legegyszerűbb előrelátás, és akkor még a, a biztonsági zárakról, a, a heveder hevederzárról, a riasztórendszerekről nem is beszéltünk. Ugye a, a baleset megelőzés az már egy, egy külön szakma, ugye ott már erre főkészült szakemberek hoznak olyan intézkedéseket, hogy hogy ezek ne következzenek be ugye jelzőlámpákkal, útburkolati jelzésekkel, a fogyatékkal élőknél például ugye vannak ezek a vezetősávok, amiket ugye látványa is olyan, hogy kitűnik a, a járdából, ugye érintésre is egymást ad, valamint ha forgalom által veszélyeztetett területen, ugye védőkorlátot is tesznek ki mondjuk a gyalogosoknál, tehát ez, ez például mind megelőzi ezeket a problémákat. Hát a a közbiztonságért gyakorlatilag az állampolgárok azok ö, tudnak ugyan tenni, de hát ez igazából a rendvédelmi ö, szerveknek a, a feladata. Ennek a, az alakításába, alakulásába az állampolgár olyan módon tud beleszólni, hogy ö, jelzést ad. Ö, itt nem csak olyan jelzésről van szó, hogy hogy mit tudom, engem kiraboltak és akkor jöjjön gyorsan a rendőrség, hanem például olyan jelzést is lehet, hogy mondjuk egy parkba. Kevés a közvilágítás, vagy nincs közvilágítás, ott ilyen ö, csoportosulások alakulnak ki, nagyon sok szemetet hagynak maguk után, akkor ezzel lehet megfelelő helyen jelzést élni. Ehhez a, ehhez a közbiztonsági stratégiát ö, nem csak a rendvédelmi szerv, hanem mondjuk egy önkormányzat is tud intézkedést hozni. Világítást ö, csinálnak abba a parkba, esetleg oda tesznek egy kukát, hogy hátra beledobják a szemetet. Tehát ez, ez mind, a, mind a közbiztonságnak a növelésére. Meg a, meg a közérzetnek a javulására jó. Az egymásra figyelés, hát ott ezt, ezt nyilván ezt nem is kell mondani, hogy ez, ez micsoda. Ez nyilván a, a régi szomszédok, azok a régi, régi idősek, azok mindig figyelték a szomszédokat. Bözsi most nem söpörte reggel a járdát, akkor lehet, hogy valami probléma van, vagy este 11 órakor már a szomszéd nem szokott tévézni, mégis megy nála a tévé, hogy ez miért van. Így is egy csomó dolgot meg lehet előzni, el lehet kerülni, hogyha, ha, ha, figyelünk egymásra. Tehát ezek azok, amiket mi is meg tudunk ö, tenni. A szűke, ez ugye a, ez az életterünk, ez a, mondjuk a városi életterünk, hogyha a helyben maradunk, és teleken. Ugye biztonságos üzemeltetés, ez is egy ilyen fontos téma. Ez mondjuk a szűkebb otthonunkra, de mondjuk ha csak ezt a helységet nézzük, ugye itt is a biztonságos üzemeltetés ö, ö, miatt például mondjuk van füstérzékelő hogyha itt, itt kiütne egy tűz, akkor igazából nekünk semmit nem kellene tenni. A tűzoltóság automatikusan értesülne róla, Rozinak csörögne a telefonja, hogy valós-e a riasztás, és akkor tudomást szereznének róla. A lakásokba miket, miket, lehet ezzel kapcsolatban beszerelni? Tehát füstérzékelőt, az be lehet olyat is szerelni mondjuk a lakásba, ami, ami csak helybe, tehát vinnyog a riasztórendszerre össze van kötve, de olyat is be lehet a lakásokba például kötetni, ami, ami ö, tűzoltósághoz jelez. Ugye minden otthonba, különösen, hogyha a fogyatékkal élő kisgyermekek vannak, célszerű tartani poroltót, ezek szabadon vásárolhatók, már hipermarketekben is lehet vásárolni. Például egy konyhába, egy autóba használatos poroltó, az, az akármikor jó jöhet. Ugye a leggyakrabban, ami előfordulhat a konyhába, egy baleset, mondjuk, hogy a krumpisütő zsír kigyullad. Egyébként az legegyszerűbben egy két csomag szódabikarbónával lehet eloltani, és az van is minden konyhába. Ez az egyik. A, a másik, ugye ez, ez a legolcsóbb biztonság technikai eszköz, ez egy konnektor, konnektorba való betét. Volt is egy a zsebembe, most már nincsen konnektor való betét, ugye ez azt tudja megakadályozni, hogy a kisgyermekek ugye egy pillanat alatt egy valamilyen fémtárgyal belenyúljanak, vagy ö, senki nem gondolná egyébként, ö, én is miután történt egy ilyen sajnálatos eset itt a környéken, akkor szembesültem, hogy nem is kell, hogy mondjuk a gyerekszobában nincsen szög, amivel legegyszerűbben be lehet nyúlni, vagy gémkapocs, de például a graficeruza. Az tökéletesen vezeti az áramot, ugyanúgy, mint egy akármi, ha graficeruzával bele tud nyúlni, egy hosszú egy graficzeruzával a a konnektorba, akkor ugyanúgy áramítést tudsz szenvedni. Ha még szerencsétlen módon nem is a farészét fogja, hanem mondjuk a másik végén, ahol kim ki van, ki van a grafit. Tehát ez nem is gondolna senki erre. Ugye nagy reneszánszát éljük a gázfűtésnek. Ugye konvektorok, gázkazánok, vízmelegítő bojlerek, ezekhez nélkülözhetetlen egy ilyen szénmonoxid jelző. Ez egy nagyon modern kis készülék a mérete ellenére, tehát ez egy ilyen ekkorát kell elképzelni. Falra szerelhető a gázkészülék közelébe, és nagyon erős hangon elkezd vinyogni, meg ez a, ez a riasztás meneküljön felirat, elkezd világítani, hogyha valami van. Semmit nem kell csinálni, hogyha egy ilyen jelzést ad, akkor el kell hagyni a helységet, ki kell nyitni összes ajtót, ablakot. Szénmonoxid, az, szénmonoxid mérgezés, ez egy nagyon alattomos veszélyes, erre most nem térnék ki a tűzoltóság megérkezik, akárki, és ehhez tartozik ehhez egy telefonos app, amivel ki lehet olvasni a, ki lehet olvasni a riasztást, és abból pontosan meg lehet mondani az időpontot, meg lehet pontosan mondani, hogy milyen koncentrációjú volt a, szémonoxid, szénmonoxid, valós egyáltalán, hogy szénmonoxid volt, nem -e esetleg merül a készülék, vagy valami meghibásodás ez egy teljesen jó kis készülék. Tehát ez, egyébként ez bárki az okostelefonjára le tudja telepíteni ennek az alkalmazását, saját magától is ki lehet, ki tudja olvasni. Tehát ez egy nagyon jó kis dolog. Meg a másik, ami nélkül már nincsen modern ház, ugye ez a fűrelé. Ez igazából egy ilyen áramütés elleni szerkentyű. Én nem vagyok villanyszerelő, tehát ezt így pontosan nem tudom elmondani de igazából ez arra szolgál, hogy a túláramokat levezesse olyan szempontból, hogyha rendellenes áram ingadozás van a rendszerbe, vagy, vagy áramütésre utaló ilyen visszajelzés van a nulla vezetéken, akkor lekapcsolja az áramot a házba. Tehát ez, ez, is, ez is, egy olyan biztonsági rendszer, ami, amivel el lehet kerülni egy mondjuk egy, egy fürdőkádba esett hajszárító okozta áramütést. Ja, pillanat, még visszalépek egy, egyet. Hát igazából, amit, amit még mi megtehetünk, hogy szabványos termékeket vásárolunk, tehát ez a, ez a kínai piacon olcsó, használt, bizonytalan eredetű készülékeket ugye nem vásárolunk, elektronikai eszközöket még ha működőképes is, akkor rendszeresen felülvizsgáljuk, és hogyha ezek elromlanak, vagy valamilyen karbantartást igényel, akkor ez szakszerű szakember javítja ezeket, ez különös tekintettel, hogyha valaki a fogyatékkal élő, vagy, vagy hátrányos helyzetű, nem biztos, hogy ezeket föl tudja önállóan ismerni, ezeket a problémákat, hogy, hogy, szüksége van őnek erre a problémára, ott, ott, ott eleve e, fokozottan oda kell ezekre a dolgokra figyelni. Tehát, hogyha a családban ilyen van, akkor ez helyette is nekünk kell ezzel gondolkozni, vagy hogyha tágabb családi környezetünkben van, így elkerülhetek ezek a problémák. É a biztonságos életteret, ugye abban nem csak belekerülünk, azt ugye mi tudjuk alakítani is. Ebbe például nagyon nagy segítség lehet mondjuk egy háznak az átépítésénél, hogyha a családba történik egy sajnálatos eset, hogy mondjuk valaki hátrányjal fog élni, vagy, vagy, hátrányos helyzetű lesz, vagy fogyatékos lesz valamilyen módon, és ott az átépítés szükséges ez miatt a házba akkor mindenféleképpen rehabilitációs szakmérnöknek a a segítségét érdemes igénybe venni. Ők azok a szakemberek, akik tehát a, a fogyatékosság mértékét ő pontosan tudják, hogy ott mit kell tenni, hogyan kell tenni, hogyan kell átalakítani egy tusolót. De elmondok egy példát, kis teleken van olyan közintézmény, ami vet gyönyörű, szép, akadálymentesített wc vécét alakítottak ki. Nagyon szuper minden. Egyetlen egy dolog van, hogyha az egyik bejáraton akar oda menni a mozgáskorlátozott, akkor nem fér a folyosón ha a másik bejáraton akar bemenni, akkor meg esik a kerekesszéke, mert akkor a rámpa van oda építve ilyen kókányolva. nyilván itt a rehabilitációs szakmérnöknek nem vették a segítségét, tehát nem, tudott, nem működött közre. és itt elsősorban építészeti megoldásokról beszélünk. ugye itt a lépcső mászógép, vagy lépcső korlátra szerelhető szerkentyűt lehet látni, ugye ennek a megtervezése, kivitelezése is, ugye itt egy elég meredek lépcsőről van szó, ugye a látássérültek számára ugye a, ezek a domború, tehát a vezető felületek, meg a bráírással a kiírt dolgokba tud segítséget nyújtani, ugye a hallássérülteknek a, az indukciós uroknak a kihelyezése, hogy az milyen fajta, hol legyen, hol ne legyen, milyen értelme van, ugye itt, egy, itt látható egy, mozgáskorlátok számára átalakított fürdőszoba kompletten, és ez még esztétikus is, tehát nem, nem, nincs neki ilyen kórház feelingje, vagy egy ilyen teljesen szabályosan kialakított rámpa. Itt a kémény, kéményt ezt azért tettem, a kéményt ezt azért tettem itt középre, mert ugye itt a szénmonoxid mérgezésnél egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy rendszeresen karba legyenek tartva. Ugye ezek, ezeket hivatalosan úgy hívják, hogy égés termék elvezetők, mert ugye nem, nem, csak füst lehet ott, hanem szénmonoxidot is el kell vezetni. És ugye Magyarországon jelen pillanatban ezeknek nem kötelező a karbantartása, ezt akkor hívja ki az ember a kéményseprőt, amikor akarja. Hát nyilván, aki ezen akar spórolni, az soha nem hívja ki a kéményseprőt, és akkor ebből lehet probléma, ugye senki nem gondolja azt, hogy például a nyár folyamán ebbe belefészkelnek madarak, beleköltözhetnek darazsak, méhecskék, Gyakorlatilag egy teljesen működő képes kémény, egy következő szezonra egy teljesen működésképtelen, életveszélyes kéményé változhat, és igazából nem is derül erre fény, igazából csak az első begyújtás alapjá, al al alkalmával, vagy amikor a szénmonoxid érzékelő megszólal. Ugye ezek voltak az építészeti megoldások, egyetlen egy dologra térnék még ki a Montessori módszerre, ez egy, hát ez igazából, erről több könyv is van a magyar nyelven is. Montessori otthon, Montessori élettérnek a kialakítása. Ezt igazából nem is térnék ki erre, nagyon bővebben egy példát hoztam ide, meg ide a, egy blognak a címét írtam ki, ahol, ahol ezt több, több tíz oldalon keresztül tárgyalják, hogy ez micsoda. Ő egy olasz pszichológus orvos hölgy volt, aki 70-es évektől alkalmazzák ezt a Montessori módszert. Igazából ezt úgy alkalmazta, hogy megfigyelték a gyerekeknél, hogy mi az, amit szívesen csinálnak, mi az, amit nem szívesen csinálnak, és ö, azokkal a dolgokra, ö, tehát az, az életteret úgy alakították ki nekik, amit, amit szívesen csinálnak. Tehát a gyerekek szeretik ugye a, 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 a szivárvány színeit, a, ezeket a gömbölyű, szögletes játékokat, akkor a a gyerekeknek ezeket a szín színharmóniában lévő tálcákat, meg ami, ami nagyon fontos, hogy a, az életkori méretükhöz képest vannak berendezve. E, igazából ez, ha, ha a nevét nem is tudjuk így, hogy Montessori, otthon például az óvodák, ja, a része ugye az így van kialakítva. Tehát pici szék, pici asztal, pici WC, e, pici alacsonyan van a villanykapcsoló, és e, gyakorlatilag a gyerekek sokkal szívesebben, végeznek házi munkát, oldanak meg mindent, hogyha az ő méretükhöz van ez a dolog igazítva. Tehát el tud menni a saját tányérjáj, el tud menni a WC-re, fölhajtja, lehajtja, lehúzza, mert mindent elér, minden, minden jó neki, és akkor így ezt szívesen csinálja. Ugye itt, ami példa föl van írva, ugye itt az a lényeg, hogy, hogy a, a ki, 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 kiömlik a padlóra a, az üdítő, vagy a folyadék, és akkor ugye a törlő el, elmegy szívesen, mert az ő kis őméretéhez igazított polchoz oda vannak készítve, ugyanúgy az ő méretéhez igazított takarítóeszközök, és akkor ő olyan kis felnőttesen összetakarít. És akkor ezt a Montessori módszert ezt ki lehet terjeszteni a fogyatékkal élőkre, hátrányos helyzetűekre is. Például egy családtagunk mondjuk kerekesszékhez van kötve, és mondjuk mondjuk éppen szívesen kézműveskedne, de mondjuk nem fér oda a szabványos konyhaasztalhoz akkor gyakorlatilag, hogyha egy olyan, olyan konyhaasztal, egy olyan olyan élettér van kialakítva a konyhában, hogy ő, ő a székkel be tud gurulni az asztal alá, teljesen oda, lenni, oda tud jönni, akkor szívesebben részt vesz a házi munkába, tud hagymát szeletelni, kézműveskedni, a családnak a része tud lenni, tehát nem érzi magát kirekesztve, mert mondjuk, a, mondjuk egy kerekes székes mondjuk ennél az asztalnál nem tudna se, se közelülni hozzá, se, a, se a végéről ott meg a lábai miatt, tehát nem, nem, nincs az ő számára kialakítva. És, és ilyen piciken múlik az egész, tehát hogy a villanykapcsolók olyan méreten legyenek, hogy, hogy ezt el lehessen érni lehet, hogy, hogy, aki mondjuk kerekesszékkel él, most a gyerekektől ugye elvonatkoztatva, akikre eredetileg ezt a módszert kitalálták, hogyha neki is van egy olyan, olyan élettér, hogy ő el tud menni azért a főmosójé, esetleg egy gurulós vödör van, amit tud magával húzni, akkor lehet, hogy ő is szívesen részt vesz a takarításba, nem érzi úgy, hogy ő ki van rekesztve a, a mindennapi tevékenységekből, és ez nyilván a közérzetét is jobbá teszi. Van egy, van egy, ilyen mese is, például ő a Big az ő életéről szól ez a mese, és itt például úgy van ez az egész kialakítva, hogy a felnőttek azok mind ilyen zokni bábok, tehát ők jelentéktelenek a, a mese szempontjából, csak, a, a, csak, az állatkák vannak, tehát ők, ők a gyerekek, és gyakorlatilag Big newsy és a barátainak az otthona, meg az egész élettere, egyébként ez, ez teljesen ezt a Montessori élettere tükrözi, tehát lekerekített színharmóniák, É, teljesen jó kis mese egyébként, még ilyen lakberendezési ötleteket is lehet belőle meríteni, mert teljesen, teljesen jól néz ki egyébként Gábor is az egyik kedvence. É, a másik, amit nem is gondolnánk, hogy a elsősorban fogyatékkal hátrányal élőknek az okos otthon nyújthat, mint, mint innováció egy nagyon újszerű megoldást. É, a, az okos otthonról ejtünk el, itt akkor pár szót. Tehát igazából az okos otthon az, az egy csomó technikai eszköznek a, a, a a, háztartásunkba, és igazából ugye kamerák, szenzorok, fűtés-világítás vezérlés, ellenőrzött környezet. Ezt, ezt, igazából mindenki ki tudja otthon építeni, mert gyakorlatilag egy termosztát, az már végül is majdnem egy okos otthon, hogyha az wifi vezérelt, akkor az már nagyon okos. Ugye lehet riasztórendszer is, ami a wifi-vel össze van kötve, tehát ennek különböző szintjei vannak. De amikor az e, autonóm döntéshozó rendszerrel összeköttetésbe kerül ez az egész, és ez az összes szenzor, összes kamera, akkor válik ez igazán okos otthonnál, és egészen, a mai technikai színvonalon is egészen e, meglepő módon tudja segíteni a, a hátrányal élőket, de akár a mi életünket is. Tehát most csak mondok egy példát, a kameráknak a jó része az infravörös tartományba rögzít képet, tehát az a lényeg, hogy a az előtte lévő testnek, vagy embernek, vagy akárkinek a hőmérsékletét, az pontosan meg tudja állapítani. Most gyakorlatilag, hogyha ez egy, egy okos számítógépbe összefutnak ezek az adatok, akkor például tud szólni nekünk az okos házunk, hogy nekünk hőemelkedésünk van. Lehet, hogy mi még észre se vesszük, csak nem olyan jó a közérzetünk, de már tud beszélni hozzánk, és akár tud szólni, hogy én 37,8 foknak nézem a hőmérsékleted, valami probléma van, vagy hát futni voltál, vagy, vagy mi történt, tehát hogy ilyeneket lehet, akkor gyakorlatilag ezeket programozni olyanra lehet, hogy mondjuk van egy, ugye nyilván ez föl tudja ismerni a, az arc, meg a, a testalkat alapján az embereket külön-külön, tehát ehhez külön funkciókat lehet mondjuk hozzárendelni. Sokan szokták azt mondani, hogy én például nagyon támogatom a, az egyszerű riasztó rendszereket, ami, ami mondjuk a mobiltelefon alapján tudja, hogy jövök haza, mert, mert benne van a GPS, akkor mondjuk, ha már sarkon befordulok, akkor kinyitja a garázsajtót, vagy, vagy tudja, hogy elindulok a munkahelyemről, akkor mondjuk följebb kapcsolja a fűtést, mert nem fog, soká haza fog kérni. És erre azt szokták nagyon sokan mondani, hogy hát igen ám, de akkor nagyon egyszerű betörni egy ilyen okos otthonban, mert valakinek ellopjuk a családból a telefonját, és akkor már mindjárt be is törtünk. Az igaz, lehet, hogy eljut a kapuig, de ugye mivel föl van kamerázva az egész ház, tudja, hogy a Jóskának a telefonja van nálam, de a kamera meg látja, hogy én nem úgy nézek ki, mint a Jóska. Akkor mindjárt föl tud tenni egy kérdést a telefon, hogy akkor üssem már be a 14 egyű biztonsági kódomat, amit előzőleg ugye én adtam meg, ha én vagyok a Jóska, és akkor majd, majd akkor megyünk tovább. Tehát ezek, ezeket ilyen szuper biztonságossá is lehet tenni. Akkor, akkor például, hogyha idős személy is van a családunkba, akkor rá lehet ezt a szerkentyűt például arra programozni, ha mondjuk azt látja, hogy az az idős személy mondjuk 5 percig mozdulatlan, akkor mondjuk megszólítja, hogy, hogy miért van ez. Ha ezt erre nem reagál, akkor mondjuk a valamelyik családtagnak a telefonjára küld egy, küld egy riasztást, mondjuk egy élőképpel, vagy egy fényképpel, hogy, hogy ez van otthon, és akkor, hogy ezzel kapcsolatban valami történjen, valami. De tovább megyek, hogyha egyedül él az idős személy okos otthonba, akkor ezt gyakorlatilag úgy is lehet, hogy mit tudom én, 5 perc, még 5 perc, és akkor utána azonnal mondjuk egy, egy vagy egy segélyközpontot ő, ott értesítsen. Tehát a, az okos otthonnak a fejlődésével, ezeknek a technológiáknak az olcsósításával ez nagyon meg tudja könnyíteni a, az életünket. Hozzá vetőlegesen például egy ilyen szénmonoxid érzékelőre, mondjuk akkor már nincs is szükség, mert ha ez is bele van integrálva a rendszerbe, akkor mondjuk ha nézi a lakásba a gázkoncentrációt, akkor gyakorlatilag, ha érzékeli, hogy több szénmonoxid van a levegőben, akkor bekapcsolja a szellőztetést. Tehát ezek, ezek, ezek a dolgok teljesen jól tudnak működni. Energiatakarékosság szempontjából is nagyon jól lehet ezeket a dolgokat alkalmazni. Ugyanis például mondjuk egy, egy motorizált függöny, meg egy fényvissza, fényerőszabályzós lámpával, akár az okos otthon az vezérelni is tudja azt, hogy például egy általunk beállított lumenszámú világítást, azt úgy hozzon össze a rendszer, hogy mondjuk elhúzza a függöny, besüt a nap, visszáveszi a világítást. És ha, ha jön a felhő, akkor erősíti a világítást, tehát itt még, itt még energiatakarékossági dolgokat is meg lehet, meg amit az előbb mondtam, hogy a fűtésnél, tehát amikor érzékeli, hogy a, a gyerek elindult az iskolából haza, tudja, hogy az 15 perc alatt ér haza, akkor már bekapcsolja a fűtést vagy hogyha látja, hogy bekanyarodtam a sarkon, akkor kinyitja a garázskaput, és akkor, akkor nem kell az autóval megállni, kinyitni a garázskaput, vissza, elindítani, beállni. Gyakorlatilag ez, ez, ez több, több, alkalommal, tehát ez napi, napi kétszeri szinten, mert ugye az ember legalább egyszer elmegy, meg egyszer hazajön. Ezt, hogyha kiszámoljuk, ez, ez kimutatható üzemanyag, meg gépjárműkopásba e, kimutathatóan energiatakarékosság. Tehát ezek, ezeket ilyen szempontból is lehet e, e, nézni. Ugye az okos, otthon, e, az okos otthon nem működne okos eszközök nélkül, tehát itt, amikor már minden rá van kötve mindenre, ugye itt ez a mosógéptől kezdve a mobiltelefonig, a hűtőig, Ugye az egész extrém esetekben mondjuk ha a hűtőből kifogy a tojás, akkor megrendeli az okos otthon. De itt, ami, ami, nekünk számít a mostani előadásunkból, például az, hogy, hogy látássérültek, hallássérültek számára olyan eszközök vannak, hogy például egy idegen élettérben, mondjuk egy múzeumban, hogyha egy látássérült elmegy, mondjuk kap egy ilyen szemüveget, akkor mondjuk nem megy neki semminek, mert mondjuk, mondjuk szól neki, meg, meg mondjuk a tárlat vezetésbe tud segíteni, mert mondjuk ránéz egy, egy festményre, ő azt nyilván látássérült nem fogja látni, de a beépített kamera, szemekbe beépített kamera érzékeli azt a festményt, és mondjuk el tudja mondani neki a, fülébe, a mikrofonra, hogy, hogy mi történik. Ugye nem vagyunk ettől olyan nagyon túl messze. Pár évvel ezelőtt még ugye Skifi számba ment az, hogy a hallássérülteknek, vagy akik teljesen siketek, vagy, vagy úgy is születtek, már olyanokat is koponyába épített implantátummal tudnak tudnak hallani részlegesen, vagy már egész jó szinten. Ugye pár év múlva ez valószínűleg, hogy a szemnél is így fog működni, tehát a látássérülteket is egy ilyen implantátummal egészen jó helyzetbe fogják tudni hozni. És amik, amik vannak már a, ugye az okos órák, ez egy, ilyen, ez egy ilyen olcsóbb verzió, amiről kiraktam a képét, ugye ez ilyen mindent mér már, ilyen EKG-t, meg vérnyomást, meg a de az egészen drágák, tehát aki, ami már több százezeres tételben, azokban már vannak olyan funkciók, hogy igenis ott segély tud hívni, ha szív katasztrófát érzékel, vagy olyan rendellenes dolgot, akkor előre beállított telefonszámra, vagy akár segélyhívóra is tud. Hírekben én már hallottam olyat, akinek életét mentette meg egy ilyen okos eszköz. Tehát ezekkel nem idegenkedni kell, hanem, hanem normális módon együtt élni. Ugye itt, elsősorban ugye a, a látássérült, hallássérült, autizmussal élő kisgyermekek, és cselekvőképtelen személyek, akiknek, akiknek nagyon nagyon sokat tudnak ezek például segíteni. Képzeljük azt el, hogy egy cselekvőképtelen személy, mondjuk egy értelmi fogyatékos, mondjuk hiába van neki beszerelve szénmonoxid érzékelő, annak nem biztos, hogy a, a riasztására ő el fogja hagyni a, a, az épületet, mert nem tudja beszámítani azt, tehát nem tudja fölfogni azt, hogy az, az, az éppen miért történik az, az, az esemény körülötte. Hogyha helyette egy ilyen autonóm döntéshozó eszköz elkezdi kinyitogatni az ablakokat, meg elkezd szellőztetni, akkor ezzel valószínűleg az életét fogja megmenteni, meg mondjuk elzárja a gázt, meg, meg sok mindent lehet. Vagyontárgyak anyagi biztonsága. Hát itt igazából a lényeget azt itt már érintettük. Ugye én négy dolgot, a lopást, a rablást, a megsemmisülést és a, a rongálódást írtam. Igazából az ingatlanunkat, a vagyontárgyainkat előrelátással lehet a legjobban megvédeni, meg, meg ezeknek az elkerülésével, hogy ezeknek következzenek be. Ugye hát a rongálódásra én itt elsősorban a tűz, tűzre gondoltam, de ugye Magyarországon hála Istennek az építésügyi szabályok meg a, meg a nagyon jó szabványok miatt nagyon kevés tűzeset van. Tehát a, én azt mondom, hogy nem néztem konkrétan utána ilyen statisztikának, de szerintem a betöréses lopás az sokkal több ö, vagyontárgyat ö, ö, emészt föl, mint a, ö, mint a tűz. Ez nagyon ritkák a tűzesetek, úgyhogy ez egy, ez egy pozitív dolog. Egy ö, közepes áru riasztórendszerrel meg igazából el lehet, el lehet riasztani a, a, a betörőket, mert legtöbb, legtöbbször, ha már meglátják a házon kívül, hogy ott van az a kis doboz, ami a szirénája, akkor már inkább azt hagyják, akkor két háza arább törnek be, mert ott, ott nincs, azt akkor sokkal egyszerűbb. Na, ennyi volt egy kicsit a száraz része, most egy kicsit próbáljunk beszélgetni erről az egészről. Játszunk el a gondolattal, mit posztoljunk a közösségi oldalakon és mikor. Most ezt kérdést tennék föl. Közösségi oldalon jelenik meg ez a kép. Mit látunk ezen a képen? Valaki vállalkozik-e, hogy ismerteti? Elmondja. Mi mit látunk a képen? Hm? Nem, nincs, nincs semmi trükk rajta, semmi. Mi van a képen? Utórat láttam is talán. Tűszer, az nincs? Nincs. Nincs. Szőnyel. Igen, van egy bazi nagy tévé, egy, egy jó kis, jó kis, jó kis, jó kis hangtechnika, egy jó drága antikóra, itt egy teraszvajtó. Na, hát ezt megnéz éppen, aki be akarna törni, mondjuk valahova, és csak böngészik a közösségi oldalakon, akkor azt látja, hogy hát valószínűleg ide érdemes betörni, mert jó drága a csillár, van egy jó hangrendszer a, a, egészen nagy tévéhez, van antik óra, látszik, hogy nincs biztonsági zár az RK ajtón, valamint nem látszik sehol se a mozgásérzékelők a sarkokba fönt, tehát valószínűleg, hogy nincsen riasztórendszer, és pont azt a részt mutatja, ami az utcáról nem látszik. Azt, hogy a másik oldalon van egy riasztórendszer, azt meg már majd megnézi az ablakon keresztül, amikor jön betörni. És akkor ugyanezen a, ugyanez a közösség oldalon még posztolja a másik szobát is másik irányból is, hogy lehessen látni, hogy, hogy itt sincsen semmi. Tehát ez egy nagyon, nagyon körültekintő házigazda volt. Gyakorlatilag kiposztolta a betörőnek, hogy az erkélyajtó ajtó felől nyugodtan jöjjön, mert abban a szobában biztosan nincsen riasztó. Ugye erre nem is gondolnánk, mert nem ezért posztoljuk a képeinket, hogy, hogy segítséget adjunk másoknak, leginkább a betörőknek nem. De mégis, mégis sikerült ebben a helyzetben ezt, ezt megtenni. Ugye itt már egyszerűbb a helyzet, akkor itt mit látunk a képen? Hm? Hát ugyan, ugyanaz, ugyanaz, van a képen, ugyanaz van a képen, tehát hogy lát, látszik, hogy látszik hogy, jaj, bocsánat, látszik, hogy nincsen riasztórendszer, viszonylag egy gyönge, gyönge erkélyajtó van, drága bútorokkal, tehát ez nyilván ez is egy ilyen hívogató kép lehet olyanoknak. Tehát amikor például valaki a ház előtt fotózkodik, mondjuk ez a bejárati ajtó, na itt is ugye mit, mit, látunk a képen? Ugye egy jó ajtót látunk a képen, de ugye itt is látszik az, hogy nincsenek, nincsen kamera, nincsen riasztórendszernek fönt a része, ez egy öt pontos ajtó egyébként, egy fém kivitelű szerintem a késő része, tehát a betörő az azt is látja ebből, hogy nem erről fog próbálkozni, mert erről egy kicsit nehezebb bejönni. De, de mindenféleképpen érdemes megnézni, mert ugye ezen nem látszik a riasztórendszer. Na, ez, egy, ez is egy érdekes kép, ugye? Mondjuk a poszt alá azt írja, hogy végre megérkeztek az új ajtók, beiszereltük őket, hú, de nagyon örülünk neki. Mi, mi lehet a probléma ezen a képen? Klasszikusan kérdezem, mit látunk a képen? Igen. De hát itt, itt, gyakorlatilag itt ugye azt lehet itt is látni, hogy itt a megörült a házigazda, hogy végre ő, berakták a, az ajtót meg az ablakot, csak itt látszik, hogy ugye ezt klasszikusan púrhabba rakták be. Tehát itt, hogyha jön a betörő, akkor fogja magát, azt egy tapét a vágóval, tokostó ki lehet venni az ajtót, nem is kell nagyon, nem is kell nagyon feszigetni, meg pályszerolni az ablaknál ugyanez a helyzet. Tehát ez a klasszikus műanyag ablakoknak a kivétele. Ugye már megszokták a spórolni, hogy, hogy befúrják a, a tokot, hanem csak beszokták húzni purhabba, és jó van az úgy. Hát egy tapétavágóval ki lehet tokostó venni ezeket az ajtókat, tehát nem kell hozzá különösebben nagy mutatvány. Hát valamint itt is látszik, hogy ez egy nem biztonsági ajtó, valószínűleg öt pontos, de nem biztonsági záros. Tehát ilyen, ilyen, segítségeket osztunk meg nap, mint nap. Nem is gondolnánk, ugye, hogy, hogy, segítünk nekik. Ugye a másik, ami, másik, ami nagyon jó, mikor osztunk meg nyaralós képeket kinek van erre ötlete, hogy ezt, mikor kellene megosztani a nyaralásról képet? Utána. Utána, mikor hazajöttem. Nagyon jó, jó, ezt úgy kell megosztani. Hogy ezt, ezt azért tettem, mert ezt tetszik, ide elmennék ezt a képet. Tehát igen, tehát ez általában úgy szokott lenni, hogy ú, megyünk nyaralni, 15-én indulunk, ide fogunk menni, én már itt fogom 15-én lógatni a lábomat, tehát ezek jönnek így a posztok. Aztán jön a következő, megérkeztünk, nagyon örülünk neki, tehát ebből látszik, hogy az egész család ott van, tehát ez, ez egy nagyon jó, akkor nincs otthon senki a házba. Meg ugye itt is látszik, hogy, hogy ott van mindenki, és, és, gyakorlatilag ezzel segítünk a legtöbbet. Tehát nyaralós képet, ez például nagyon jó mondta mindenki, hogy tehát se, se a, se a nyaralásnak a kinézésekor, se a nagyon készülünk, meg nagyon indulunk, meg nagyon akarunk menni, és leginkább meg onnan nem szabad posztolni. És gyakorlatilag így lehet kivédeni ezt, hogy mire hazaérünk, addigra ne egy üres lakásba érkezzünk meg. Ugyanez vonatkozik, mondjuk a régen ez nagyon nagy divat volt, egy 10-15 évvel ezelőtt ez az ilyen lakodalmas betörés. Ezt úgy hívták, hogy gyakorlatilag kinéztek egy lakodalmat, nagyjából földerítették a, a ki lesz a násznép, és akkor onnan kb. egy 5-6 házhoz is betörtek. Az volt a legjobb, hogyha az utcából meghívtak mindenkit, mert akkor gyakorlatilag a fél utca üres volt, és akkor egymás mellett négy-öt házat is kibírtak rámolni, mert mindenki ott dajdajozott a lakodalomba. Ezek már úgy megszűntek, meg, meg, már a gazdák, ha ilyen van, akkor szoktak ilyen, ilyen biztonsági embereket fogadni, akik ott bujkálnak a kertbe, de, de volt egy időben nagy divat ez az ilyen lakodalmas betörés. A leges leg, nagyobb hiba, amit ki lehet posztolni, ugye ez micsoda? Amikor fölteszünk olyan posztot, amin látszik a biztonsági rendszer a háznak. Ugye itt én, én nem tudom megmondani, mert én nem vagyok akkor a szakértője neki, hogy ez egy milyen biztonsági rendszer, de aki erre szakosodott, az egy pillanat alatt meg fogja tudna mondani, hogy ez egy milyen biztonsági rendszer, hány csatornás, arra milyen eszközöket lehet rákötni, az be lehet-e távfelügyeletre kötni, azon van-e, mit tudom én, üvegtörés érzékelő, lehet -e rákötni ajtónyitás van-e hozzá siréna, van-e neki némariasztása? Tehát egy pillanat alatt ö, ezt ö, mindenki tudja, aki, aki, aki ehhez ért, és akkor gyakorlatilag ö, onnantól kezdve már. Hát meg a másik az, hogy tudja, hogy hol helyezkedik el. Tehát ez egy, ez egy utcára néző, vagy udvarra néző ablak, ugye ez egy ilyen erkély vagy udvari ajtó. Ugye itt is van egy udvarra, kertre néző ajtó, tehát ebből ki lehet silabizálni, hogy nagyjából ez a házba hol helyezkedik -e ez a panel, és hogyha a panel lehet meghackelni mondjuk ezt a biztonsági rendszert, akkor egyből célzottan oda lehet menni, mit tudom én, van rá, x idő, és akkor ez, ez egy nagyon nagy segítség megint a betörőnek, hogyha valaki, valaki ilyet posztol. Testi védelme, Hát ez mindig egy ilyen nagyon nagy kérdés, mert ugye mindenütt azt sugalják meg az összes ilyen, ilyen filmekben az ilyen nagy szamurályok, akik legyőznek ilyen 15-20 embert egy ujja meg két ujja igazából megfelelő képzettség nélkül a leg, tehát a, 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 az ellenfélnek legkisebb hatású eszközzel sem tudjuk magunkat megvédeni. Tehát itt, itt gondolok ezekre az ilyen szirénázós tartókra, az ilyen otthon tartható ilyen pajzs, és saját, és több, többféle ilyen, ilyen flakon van. Gyakorlatilag ezek, ezek, hogyha ezeket is ugyanúgy be kell gyakorolni. Tehát az, hogy hiába lehet otthon tartani mindenkinek gázpisztolyt, meg gumilövedékes pisztolyt, meg, meg minden jó Istent, hogyha ezek, ezekkel nem végez gyakorlást, ezeknek nem tudja a hatását, nem tud fölkészülni olyan, olyan helyzetekre, ami, ami az első használatnál fog kialakulni, és akkor nem, nem, tehát a filmekből ezt nem lehet megtanulni. Tehát például én, én, én bámulatta szoktam nézni mindig egy olyan filmeket, amikor egy olyan másfél óráig lövöldöznek egy házba, egymást hajkurászva, és gyakorlatilag még utána fülelnek, hogy az ajtó mellett lépked valaki. Tehát egy pisztolydövés után szerintem két óra hosszáig az ember semmit nem hall, nem azt, hogy kilopóckodik éppen az ajtó előtt, vagy hogy ez milyen módon következik be. Tehát az egyetlen egy esélye a laikusnak, hogyha ezt elkerüli, meg, meg amit itt, itt, itt mutattam, tehát hogy el kell szaladni ez mondjuk egy hátránya előtt, vagy egy folyatékos nem vigasztal, de önállók meg az előrelátás, az elkerülés, tehát a, a, több ponton záródó ajtó, nem engedünk be senkit, ezek azok, amik, amik meg tudják védeni. Ezeket az ilyen hókuszpókuszokat el kell felejteni, mert ezek nem, nem célra vezetőek. Vannak erre egyébként ilyen, ilyen képzések. Én is volt olyan, aki engem is megkért, hogy segítsek neki ilyen, a vásárolt otthonvédelemre gázpisztolyt, az első az, hogy ezt próbáljuk ki. Tehát lőjünk egyet a levegőbe, és akkor sétáljon bele a gázba, hogy ő is, ő is, azt tapasztalja meg, hogy az milyen. Például ez a Senki gondolná azt, hogy egy ilyen gásprét mondjuk szél szemben nem olyan célszerű használni, mert a, a, visszajön az egész, tehát mi többet nyelünk el belőle, mint akire akarjuk használni. Úgyhogy mindenféleképpen én a, én a futást javasolnám, képzettség nélkül. Megint egy ilyen nagyon érdekes szegmenshez érkeztünk. Ezek az úgynevezett hazakísérő, meg, meg távfelügyeleti alkalmazások, ezek még elég gyerekcipőbe járnak. Egyébként ezekben nagyon jók is vannak. Ez, ez kakuktojás, ezt csak azért tettem ide föl, ez az Életmentő, Országos Mentőszolgálatnak a, a, az apja. Ez, ez nagyon hasznos, ezt mindenkinek javaslom a telefonján rajta legyen. Ez gyakorlatilag egy újraélesztést, mindent le tud. Ö, ö, irányítani, tehát képekbe, lépésekbe, hogy milyen, milyen elsősegélynyújtási tehendőket hogyan kell végrehajtani. A többi, az meg egy ilyen biztonsági programok. Nem működnek teljesen tökéletesen, van, amelyik kicsit jobban, van, amelyik kicsit rosszabbó. Ha ezeket még kicsit fejlesztik, akár jók is lehetnek. Én ezt a kezdetben a biztonságodat próbáltuk, mi ezt mi ki. Ezt be lehet kapcsolni, ha valaki bekapcsolja, akkor mutatja a célszemélynek a helyzetét gyakorlatilag egy hangos riasztást is tud kiadni, Ő például a gyere, gyermek, hogyha jön haza, akkor el tudja, be tudja nyomni a gombot, itt a gomb rajta, hogy elindult, aztán meg tudja nyomni a gombot, hogy hogy megállt, meg olyan funkciók is vannak rajta, például, hogy ilyen vészriasztás, ez be lehet kötni egyébként ilyen riasz, riasztó központba is, tehát itt van nagyba látszik, hogy itt a elindult, megállt, meg itt mutatja a térképen, hogy hol halad, ez a szülő, szülőnek a telefonján mutatja, és akkor ha ha valami baj van, akkor gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen elhúzó mozdulattal riasztást lehet kiváltani az alkalmazásból. A telefon is elkezd vinyogni, csak PIN kóddal lehet leállítani, tehát hogyha el is veszi tőle a támadó, akkor a szirénázik tovább. Valamint be lehet olyan riasztásra is állítani, hogy a fülhallgató kirántásától kezdve 3 másodpercig megjelenik egy ilyen képernyőn egy ilyen, hogy riasztás lesz, és akkor visszaszámol és három perc múlva elkezd szirénázni. Tehát gyakorlatilag, hogyha kitépjük a nyakába a telefont, akkor is el fog kezdeni szirénázni. Ez mondjuk este egy buszról haza jövetel egy, egy lánynak, ez egészen hasznos kis ö, alkalmazás lehet, Nem sajnos nem működik tökéletesen. Tehát mi teszteltük, ö, kicsit csúszik a GPS-e is, meg, meg minden, de hát, ha valakit elrabolnak, akkor nagyjából mutatja, hogy hol rabolták el, tehát a, a, arra jó. Akkor vannak ilyen más alkalmazások is, ez például a ez a neve. És akkor, és akkor itt ilyeneket lehet csinálni, hogy, hogy meg lehet csörgetni távolról a gyermek. Ezeket ezt nem próbáltam. Tehát ezt csak, ezt csak, ezt csak, ezt csak, tudom. Meg lehet csörgetni a telefont, meg lehet nézni, hogy a gyermek éppen hol van, lehet neki adni ilyen feladatokat, telefonálási szokásokat. Ez egy kicsit már ilyen paranoidnak tűnik, hogy már a gyereknek a telefonálási szokásait, de szerintem van az a kategória, amikor el kell, el kell jutni sajnos idáig ugye akkor rá lehet szólni, hogy az akkumulátora merül, akkor lehet neki szólni, hogy töltse fel a telefonját. Ha nem veszi fel a telefont, akkor bele lehet hallgatni távolról a környezetébe, meg ugye hát meg lehet nézni a hollétét. Tehát ezek ilyen elég komoly alkalmazások már, ezek nemzetközileg is működnek. Én biztos fogok ilyet majd alkalmazni, hogyha majd Gábor akkora lesz. Ugye van, 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 ebből egy másik, ez egy teljesen más kivitelő alkalmazás, de a lényege ez ugyanaz, a játékokat, telefonálási szokásokat, mindent nyomon követ. És itt, amit még néztem, itt is lehet feladatot adni. Ja, és a másik az, hogy PIN kódot lehet beállítani, és a gyermek nem tudja törölni az eszközéről a, a készüléket. Vagy a, a, programot, tehát igazából a nyomon követhet. Ha akar telefont magánál tartani, akkor vállalja a következményeit, hogy lesz rajta egy ilyen program. Egyébként szerintem ez úgy tisztességes, hogyha az ember mondjuk föltelepít egy ilyet a gyermekének, és akkor leül, és elmutogatja neki, hogy ez ezt tudja, én ezt ezért raktam rá neked, és akkor, akkor, ebből nincsen félreértés, meg nincsen galiba. Választhatsz, kell így a telefon, vagy nem, akkor megy a szekrénybe, és akkor, és akkor nincs vele semmi probléma. Uh, A fogyatékkal és nehézséggel élők igényei, hát ide fölraktam a pár piktogramot, akik lehet, tehát ez, ezekről, ezekről külön is sokat lehetne beszélni, tehát így én ebbe külön nem is mennék bele, mert egy, egy hallássérültnek, egy mozgássérültnek, egy látássérültnek, egy értelmi fogyatékosnak teljesen mások az igényei, tehát ezt, ezt mindig az adott szituációba kell, kell értelmezni életszerűen, élethelyzetben ami, amibe van most jelen pillanatban egy olyan támogatás, ami, ami, folyamatosan van és mindig van, ez az akadálymentesítési támogatás, ezt 10 évente lehet igényelni, hát sajnos csak ez még most csak 300 ezer forint, és akkor például ilyen, hogy rámpa vagy akadálymentesített fürdőszoba kialakításához lehet ezt igénybe venni, és ez az OTP meg Takarék Szövetkezetnél van, tehát ez, ez, mindig van. Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen gyors segítség, hogyha egy bekövetkezik egy ilyen váratlan szituáció a családba, akkor ez egy, úgymond egy ilyen gyors segítség, ez nem is kell olyan túl sok dolog ennek az igénybevételéhez. Hát a végére hagytuk a, az internetbiztonságot. Ez, ez megint olyan, hogy például ezt, amikor is, általános iskolásokkal dolgoztuk fel, akkor ez gyakorlatilag egy négy-öt előadást ölelt át csak ennek az internet meg a számítástechnikai eszközök használatának a biztonsága. Hát erről röviden nagyon nehéz beszélni, ilyen címszavakban mondanám el. Tehát, amit a gyerekeknek tisztázni kell, amikor már annyi idős, hogy, hogy okos eszközt használ, telefont, vagy vagy számítástechnikai eszközt, hogy mindent, amit feltölt a ö, számítógépre, vagy az internetre, az ott is marad. Nincs ilyen, hogy törlés az, az valahol egy amerikai szerverbe, valahol egy víz alatt, barlangba, akárhol az az ott van valahol, és ezt valamire föl fogják használni, ha az véletlen lett föltöltve, az a kép az is. Tehát ezt különösen tinédzsereknek akik még meggondolatlanul küldözgetnek egymásnak képet, ezt, 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 ezt tudniuk kell, hogy ez ez, ez így működik. Ami nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, ugye ez az adathalászat. Ezt a gyerekekkel én úgy szoktam, úgy szoktam mondani, hogy próbáljanak meg arra válaszolni, akik használnak közösségi oldalat, hogy miért van az, hogy a fiúknak állandóan autót, autómárkát, parfümöt, meg alsógatyát akar eladni a reklámfelület, a lányoknak még miért akarnak állandóan sminkszereket, babákat, hát honnan tudja ez a szerencsétlen számítógép, hogy, hogy a Kovács Erzsi vagy a Kovács Pista az kicsoda valójában. És hát ez nyilván onnan van, hogy a számítástechnikai eszközből a használati szokásainkat leveszik, és az alapján célzottan. Amíg ezt csak ilyen reklámra használják, addig ezzel nincsen probléma, de hát el lehet adathalászni mondjuk a banki adatokat is, és azzal vissza is lehet akár élni. Ugye a zsaruló vírusok azok az egyszerű, úgymond halandó főhasználókat nem érintik, de mondjuk vállalkozókat, vagy, vagy bankokat, vagy nagyobb számítástechnikai hálózatokat, működtetőket, igen, lezárólják a rendszerüket, és akkor küldenek nekik egy e-mailt, hogy ide kell átutalni ennyi pénzt, akkor, akkor visszakapod az irányítást, a rendszeret, fölött egyébként meg nem. Ugye állapok, megtévesztés, ugye minden szervezetnek a már, már volt OTP-s állhonlap, ahol ugye meg kellett adni belépési adatokat, ugye a, a postát is támasztották már így be, az összes nagy bankot szerintem támadták már így meg a szolgáltatókat, a víz, villany, hogy akkor, a, és ó, majdnem, majdnem, nem tudtuk levenni a, a, számlájáról a pénzt, de ha most megadja a banki adatait, különösen a bankkártya hátulján a három jegyű kis utaló kódot, akkor mi, most minden, minden, ki lesz fizetve, és nagyon jó lesz. Ezeknek, ezeket nem szabad. Különösen hátránya élők, vagy akik nem teljesen nem teljesen uralja úgymond az értelmi képességeiknek, azokat nagyon könnyen be lehet ezekkel ö, csapni, és most ide sorolnám a gyermekeket is. Tehát a gyermekeket is. Én, én például, ö, én például ö, tudok olyan, tehát Magyarországi volt olyan magyarországi bűnelkövetők, akik csak azt kérték, beszélgettek a gyerekekkel, ö, messengeren, és akkor kérdezték, hogy Hát mit tudom én, szeretné -e valami, mit tudom én -e ezt meg ezt kapni. Hát nem, azt édesanyám nem engedi. Hát de hogyha nekem a lefényképezed a bankkártyáját, előrül meg hátulról, elküldöd a fényképet, akkor küldünk neked egy ilyet. Hát az gyakorlatilag az pont elég, és akkor azzal annyi internetes vásárlást tud az ember csinálni, amennyit akar. Ilyenek is voltak. Ugye ezek az átverések, csalások. A másik pedig ugye a bántalmazás a világhálón. Ugye a, 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 az interneten keresztül, csevegő appokon keresztül, akárkik, akárkinek kiadhatja magát akárki. Tehát én is ki tudom adni magam 16 éves szőke kislánynak, és akkor így ezzel barátságot lehet színlelni, ezzel akár ha olyan érzelmi világú az ember, akkor mondjuk kér másiktól. Tehát mondjuk maradjunk ennél a példánál, tehát szőke 16 éves lány, és akkor a másik szőke 16 éves lánynak írok, hogy hát nekem kis növekedési problémám van a mellemmel, és akkor küldjém már fényképet a tiédre, hogy az enyém is ugyanolyan lehet. És akkor, és akkor küld, és akkor hát én meg nyilván nem küldök, és akkor mindjárt szereztem jogtalanul egy, egy erotikus képet valakiről, tehát ez nem, nem ördögtől való ez, tehát ilyenek elfordulnak, ezek ellen hogy lehet védekezni. Gyermekbarát böngészőknek a telepítése, úgymond a, úgymond a gyerek, gyerek, gyermeknek a rákényszerítése, hogy ilyet használjon. Tehát ott mi előre be tudunk új szavakat állítani, oldaltiltásokat be tudunk állítani, hogy ne, ne tudjon használni olyan oldalakat, vagy ne tudják megtalálni ilyen dolgokkal. De erről nagyon sokat lehetne még beszélni, úgyhogy, úgyhogy én nem is nagyon beszélnék többet. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha esetleg kérdés merül fő bármelyikkel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen arra megpróbálok válaszolni, vagy hogyha nem sikerült ö, valamit megérteni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ezt nagyon szívesen van egy ilyen Montessori könyvem, ezt még meg lehet nézni, hogyha, ha valakit ez érdekel. Köszönöm szépen.